Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntjük Önöket az operatív törzs keddi tájékoztatóján. Kezdem a tegnapi nap rendőri intézkedéseinek ismertetésével. Az elmúlt 24 órában a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt a rendőrök országszerte 298 személlyel szemben intézkedtek. A vonatkozó kormányrendelet szeptember 21-i hatályba lépése óta e szabályok megsértése miatt összesen 13.476 alkalommal kellett kollégáimnak intézkedniük. 243 emberrel szemben azért intézkedtünk, mert a közterületen, illetve nyilvános helyen nem tettek eleget a maszkviselési kötelezettségnek. 62 esetben figyelmeztetéssel éltek kollégáim, 90 személy részére szabtak ki helyszíni bírságot, 91 alkalommal pedig feljelentették a szabálysértőt. A tömegközlekedési eszközön, illetve várakozó helyeken tegnap 15 alkalommal, a kereskedelmi üzletekben és a bevásárló központokban történt ellenőrzéseink során 40 esetben intézkedtünk maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. A kereskedelmi üzletekre, a vendéglátóhelyekre, a szálláshelyekre, valamint a szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése miatt ezidáig 606 rendőri intézkedést hajtottunk végre. Ebből az üzemeltető vagy a tulajdonos által elkövetett szabályszegés miatt 162 alkalommal, az üzletek korlátozott nyitvatartására, valamint az egyes létesítmények szolgáltatási helyek nyitvatartására és az üzletben való tartózkodás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése miatt 444 esetben intézkedtünk. Az elmúlt 24 órában országszerte összesen 333 személlyel szemben intézkedtünk a kijárási tilalomra vonatkozó szabály megszegése miatt, míg a nyilvános helyen való csoportosulás tilalmának megszegése miatt 10 esetben intézkedtek a rendőrök. A november 4-i kijárási korlátozás, valamint a november 10-én 24 órakor hatályba lépett kijárási tilalom ellenőrzése óta összesen 13.125 személlyel szemben intézkedtünk országszerte ezen szabályok megszegése miatt. A Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó szabályok megsértése miatt tegnap a rendőrök 72 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, és egy átutazót feljelentettek, így a beutazási korlátozásokról szóló jogszabály szeptember 1-i hatályba lépése óta összesen 7.583 esetben intézkedtek kollégáim. Az elmúlt 24 órában a hatósági házi karantén szabályainak betartását 16.114 alkalommal ellenőrizték a helyszínen a rendőrök. Az elmúlt napon 5.808 hatósági házi karantént rendeltek el országszerte, így a mai napon 42.752 ember járványügyi megfigyelése, illetve elkülönítése van hatályban. Közülük 4.352-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobil alkalmazást. Most átadom a szót dr. Galgóczi Ágnes asszonynak, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetőjének, aki az aktuális járványügyi helyzetről, illetve adatokról ad önöknek tájékoztatást. Jó napot kívánok! Magyarországon az elmúlt 24 órában 1893 személynél mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 285.763 főre emelkedett hazánkban a beazonosított fertőzötteknek a száma. Elhunyt 107, többségében idős krónikus beteg, ezzel 7.237 főre emelkedett az elhunytak száma. Az elhunytak hozzátartozóinak ezúton tolmácsoljuk együttérzésünket. Jelenleg 7.845 főt kezelnek koronavírus fertőzés miatt kórházban, és 597-en vannak lélegeztetőgépen. Ahogy Magyarországon, Európa többi országában is zajlik a járvány, és számos országban az eddigieknél is szigorúbb járványügyi intézkedések kerültek bevezetésre a járvány megfékezése érdekében, közöttük Németországban, illetve az Egyesült Királyságban, Londonban. A járvány követésének egyik módja a koronavírus örökítő anyagának kimutatása a szennyvízben. Az 50. heti adatok alapján a legtöbb településen továbbra is stagnál, illetve enyhén csökken a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Emelkedő tendenciát Szolnokváros esetében figyeltünk meg. A vizsgálatok alapján elmondható, hogy az átlagosnál magasabb a koncentráció Eger, Szolnok, illetve Szombathelyváros esetében, csökken viszont Békéscsabán, Debrecenben és Szegeden.
Az eredmények kedvező tendenciát mutatnak, azonban fontos a járványügyi intézkedések betartása annak érdekében, hogy a járvány terjedését lassítsuk. A járvány elleni védekezésben továbbra is nagyon fontos a vérplazma adása. Mindazok, akik már meggyógyultak a koronavírus fertőzésből, sokat tehetnek a súlyos betegségben szenvedő társaiknak a gyógyításáért. Ahogy a járvány első hulláma alatt is, várjuk a gyógyultak jelentkezését vérplazma adás céljából. A vérplazma adásának vannak feltételei. Ezek a feltételek, hogy valaki 2 hete tünetmentes, nincs már karanténban, nincs súlyos krónikus betegsége, 18 és 60 év közötti, a 60 év felettieknél egyedi elbírálás lehetséges a plazmadás tekintetében, és egy 2 lépcsős kivizsgáláson történő átesés. Magyarországon zajlik a 2020-2021 évi influenza szezonban a surveillance, tehát az adatgyűjtés, amely az influenza-szerű megbetegedéseknek a monitorozása. A 49. héten Magyarországon 7800 fő fordult háziorvoshoz influenza-szerű tünetekkel, és ha megnézzük a korcsoporti bontást ezen eseteknél, akkor a legtöbb megbetegedés a 15 és 34 éves korosztályban, illetve a 35-59 éves korosztályban fordul elő. Influenza-szerű tünetekkel nem jelentettek hazánkban a 49. héten influenza-szerű tünetek miatt halmozódást. Az influenza elleni oltóanyag felhasználásáról szeretnék még néhány szót mondani. A 3 komponensű oltóanyagból 83%-a került felhasználásra a lakosság körében, míg a 3 év alatti gyermekek részére rendelkezésre álló oltóanyag 36%-a került beadásra. A jelenlegi adatok alapján a megyékben még van oltóanyag rendelkezésre áll, tehát mindenki élhet az oltás lehetőségével. Köszönöm szépen!